javaslat, hogy minél több halat, meg algát, meg biotucat tegyenek. Hallottátok? Nem tudom, merre kéne menni, merre lenne érdemes, hogy ott most a bunkernél folytassuk az utat, vagy... Oké, szervusz újra. Elméletileg ez nem horror játék, elvileg csak egy sima kalandjáték. Majdnem itt hagytam. The anchor symbolizes how strongly we hold to our values. Values which are not up for discussion. A storm rages on the surface. We are whipped back and forth by the gale, but our values remain unchanged. A horga nem emlékeztet, hogy mennyire kemények vagyunk, és mennyire attól, hogy tombol fönt a világ, vagyis a vihar, mennyire meg tudjuk őrizni a dolgainkat. És ugye sokan nagyon sokan a vérüket adták. Nem tudom, hogy merre kéne tovább menni. Hogy ott azt a bunkeres részt kéne megnézni, vagy itt a... Ugye ez majd ide úgy sem fogunk tudni bejutni, nem. Szerintem megnézzük azt a bunkeresdét, mert én most már inkább a háttérsztorira vagyok kíváncsi, hogy... mi a picsa történt itt? Nem az emberek... vagyis hát az itt lakó embereknek a... apró, csetlő, botló dolgait szeretném felgöngyölíteni, hanem a miérteket, meg hát a miért egyáltalán lejött a kis srác ide. Most is hallottam, mint hogyha tényleg kiabálnának. Szép kinyitva. Vannak azért itt laggok. Az a baj, hogy nem tudom, hogy merre lenne ajánlatos tovább lenni, mert nem akarom, hogy kimaradjon a sztorinak egy ilyen fontos eleme. Ne, gondolom a fontos elemnél úgy sem fogja hagyni a játék, hogy... valami elkerülje a figyelmem. Aha. Itt valaki csúnyán megfigyeltek. Heti jelentés 1966. március 18. -46-an mentek, 43-an jöttek vissza. Mínusz 3 ember. 43-an mentek, 42-an jöttek, mínusz 1 ember. Napok lebontva hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek. Csütörtök volt a leggázabb. 36-an mentek, és 24-en jöttek csak vissza. Mínusz 12 ember. Péntekre 17-en maradtak. És ugye ez így folytatódik, nagyon rábaszunk.
Hova tűntek az emberek? Szóval az itt lakóknak is feltűnt, hogy tűnnek el az emberek. Vagy ők pontosan tudták, hogy hova tűnnek el, és ezért volt a megfigyelés? Hát, ahogy látom, innen már nem lesz visszaút. Körülnézhetnem volna azért még fönn. Greta Müller plakátja most egy kisebb szívinfarktust okozott. Meg egy vázabolt. Jaj, nem tudom, hogy hol vagyok, jó van. 262-es parancs. Semmi rituális, meg semmi ilyesmi tárgyat nem árulhat vele, mert elkobozzák. Gyorsan, finoman, röviden megfogalmazva. Hát erre úgy nézem, hogy nem fogunk menni. Mert ott egy létra, ami az első szinthez víz. Ja, hát itt nem tudunk bemenni. Szóval ez az út, ez úgy néz ki, hogy egyelőre kilőve. Úgyhogy erre megyünk tovább. Hát a lift az nem működik. Semmi. Anyád. Szóval erre tovább. És ezeknek a papíroknak a tetején is az a rohadt tyúkláb van. Ez igazából is semmi különösebb. Már megint a izé, a fura robot csaj. Hey, I was getting lonely, so I figured I'd call you. I hope you don't mind. Did you say your name was Eve? Could you please not compare me to a lifeless machine? It's Eva. E-W-A. Eva. I thought we agreed to trust each other. Szóval ne hasonlíts egy élettelen géphez. I do trust you, I'm sorry. Bízok benned, de aggódja. I have an idea. Each of us says something about themselves. Something personal. I'll start. I was born in Krakow. But I spent most of my life living in a small village in the mountains. Krakkóba született, de egy kis kis faluba töltötte az életét a hegységbe, az apja pásztor volt. De sosem találkozott az anyjával. Remember something personal. My mom passed away recently.
Oh, I'm sorry to hear that. And now you're looking for the man in the picture. Did he know your mom? I think so. I understand now. Thank you for telling me that. It couldn't have been easy. I should keep going. Right. Thanks for the chat, Shimon. Talk to you later. Fura, egy picit most talán emberibben viselkedett, de olyan fura vele beszélgetni. Na hát igazából, hogy csak így... Arra megyünk tova. Jaj, de nagy hanggal nyíltál te ajtó. Nagyon nagy kábelek mennek fölfele. Most nem tudom, egy gép lehet vajon annyira okos, hogy ő azt higgye, hogy ő Krakkóban született és ilyen dolgai vannak. Ott egy irányítóterem. És ezt már most zsebre vágjuk. És milyen meglepő, hogy ebben sincs a csajszí. Na, na, állj meg itt, azt oda szépen ragd bele. Úgy. De honnan tudja egy felvételről, hogy az az ember, akit ő keres? Nem engedett el a székem. Le akarom játszani. Nem beszélsz le róla a gép? Vagy nem tudom. Kezdek el bizonytalanodni magamban. március 1966. At this rate, we should be able to leave the bunker in a couple of months. That is, if we choose. Huh? A jövő hívás. Dominika hívja. Lucian, we need to talk. Beszélnünk kell. Well, this certainly is a surprise. To what do I owe the pleasure, Dominika? I want to negotiate. No. As I've already told you, the situation is simple. We split the food three ways. You get a third, we get a third, and the rest will be given as an offering to the gods. If it weren't for their guidance, we wouldn't have found the food to begin with. We must pay our respects. Fine. Fine. We'll split the food three ways, but on one condition. You take down those turrets. I'll take them down. Eventually. Because I... If you keep your end of the bargain for the next 2 months, then I'll agree to remove them. Think of it as a grace period. If you want production to continue, then you need to take them down. Now. The thing is, Dominika, I need you less than you might think. Come back when you've come to your senses. Wait, let's not make any hasty decisions. I'm sure we can come to an understanding, Lucian. What's happening? Deactivated? She tricked us. I don't know what you're...
You'll find out soon enough. But I can promise, this won't end well for you. Find her! Get those turrets back online quickly. Show me the map. They're already on their way. They mustn't get across the bridge, do you understand? Oh, he... Hold them back! De miért nekem kell megmondani, hogy mi történjen? It's not working. We have to blow it up. We have to blow up the bridge, do you understand? Fel kell robbantanunk a hidat. If we don't, all of this will have been for nothing. The turrets are back online. Authorize the use of lethal force. Make sure no one's on the bridge when it explodes. Ott van 14 civil hídon. What have you done? You still don't understand how any of this works, do you? I didn't want this. I didn't want any of this. You made me do this. És így is fel lett robbantva a híd. Ott a kurva. Basszus! Arra vagyok kíváncsi, hogy... Vagy arra lennék baromi kíváncsi. Ha a másik megoldást választom, és belülök a tömegbe, hogy a turretek aktivizálódjanak, kinyírják rajta lévő embereket, akkor a híd az nem lenne felrobbantva? Hogy akkor teljesen más úton lehetne játszani a játékot, több endinggel. De azt a részét még mindig nem értem, hogy miért én mondom meg, hogy mi történjen. Abszolút nem értem ezt a részét. És itt a híd. Az a kérdés, hogy most melyik felén vagyunk, arra azon a felén, ahova nekik nem szabadott, hogy elérjenek, vagy azon a felén, ahonnan ők indultak. Mert ugye azt nem érdemes elfelejteni, hogy a fénykép ugye a negyedik szinten készült, meg még csak a harmadikon vagyunk. És már itt is elég faszán meg van kavarva a sztori. Viszont így felrobbantotta a hidat. Hát fogunk tudni jutni. Ott vannak fények. De mondjuk ebből itt is vannak fények, szóval ez szarag állapítás volt. Szépen okosan, Simon. Ha leesel, megdög, lesz vége. Kíváncsi vagyok, hogy ki lesz ez a Lucian. Hogy ez most tényleg a...
ő lenne a fater, és ennyire egy... rám állt az ágyú. Vajon ha azt mondom, hogy lőjön az emberek közé, engem is lelő az ágyú? Ez is hogy követ? Félelmetes. Szóval itt nem is az angolok törtek be, hanem ezek egymást kezdték el cseszegetni. Szóval egy belső harc kezdett el kialakulni, véleményem szerint. Bocsánat. Nagyon ilyen gyár hangulata van az egész kecónak. Viszont biztos, hogy nem itt rakta össze a bombát. Mert ez már a bombázás utáni időszak, ez a 60... 1964. Szóval itt a... itt a nácik itt már megcsinálták a szerencséjüket, az már biztos. Mi a picsával foglalkozott ez az ember? Vagy ez egy vágóhit? Hát arra valószínűleg nem megyünk tovább. Igen. Valamilyen állatra, valószínűleg lóra rászakadt a híd, és az ott halt meg. Valami nem stimmel ezzel a kecskével. A kecské sztori. Emlékezzél rá, hogy ami kecskék volt, az egyfolytában éhes volt és megevett mindent. A egész hátsó kertnyi füvet, lelegelte a nadrágszíjat. Mindent. Eva? Eva?
Jó, hát akkor itt a Evára itt nem számíthatunk. Na, van három gomb. Középső, semmi. Aha, szóval csináltunk egy olyat. Kinyitottuk a kapukat. Ami... miért lesz jó? Gondolom én a középsővel meg bezárjuk mindet. És nem hiszem, hogy nekünk nyitva kell lennének a kapuk, mert hogyha kinyitom őket, akkor nem fog tudni tőlük közlekedni. Vagy nekem kinyitva fognak? Ez való félelmetes. Nem hiszem, hogy az istállókban bármilyen olyanféle jegyzet lenne, ami nekem kellene. Szóval, hogyha kinyitom, akkor nem tudok hátra menni. Stop! Stop the machine! Ó, bazd meg! Kurva életbe. Szóval mindegy lett volna, hogy hogyan állása. Jó basszus. Most csúgya lett volna. Na, most pedig igazából a... Éva már megmentette a... Hú, de guszta. Éva már megmentette egyszer az életünket, szóval ez szerintem semmi... ...képpen nem szabadna elfelejtenünk neki. Persze, ezt még tehetne nem pusztán jó felségből, hanem azért, mert szüksége van ránk. De... megmentett minket, és most ez a lényeg szerintem. Eva? Can you hear me? I thought I was going to die. I need to tell you something. You saved my life, and not just now. My mom passed away. I didn't think I could carry on alone. There was no one, nothing left for me to live for. I tried looking for Lucian because I needed someone to be there for me. That someone was you, not him. I have a goal now. I'm going to find you. Ez aranyos. Azért indultam, hogy legyen valaki az életében, miután a anyja elment. És azért akartam megtalálni ezt a Luciant. De... igazából kiderült, hogy számára kiderült az, hogy ő nem Luciant kereste, hanem... Évát... Luciant kereste, de Évát találta meg, és neki ez bőven elég, és új célja van. Hogy Évát megtalálja. Ahogy tudunk, küldünk nektek utánpótlást, a lengyel banditák megtámaszták az első egyik kinti raktárat.
letörjem a levelét. Több mint valószínűleg megint egy. Megint egy olyan csirkelábas tekercset keresek. Legalábbis egy olyat fasza lenne találni. Ha már egyszer ott volt a gép. Na hát ez, gondolom ugyanaz volt, aki írta az előző levelet. Nem tudja, hogy hogyan magyarázza meg a embereknek a kajafogyást, mert ők Istenre hivatkoznak. És hát, hogy marha nehéz ez a... Ez így. Hát én örültem volna, hogyha ezt a izért megtalálom és ezt a gépet be tudtam volna rittyenteni. Be fog baszódni az ajtó mögöttem, mi? A depresszió. Na, haladok. Level 4. This is where the labs are supposed to be. I knew you'd make it. Eva? Yes, I'm here if you need me. Na, itt van velünk Eva is. Megjöttünk a negyedik laborszintre. Na, mondtam én, hogy ez pici lesz. Portable camera. That's so cool. Now I'll be able to see everything you see. Can you open the gate for me? Yeah, I can, but I need its serial number. Try looking for an electrical panel connected to it. Szóval ez nem hiszem, hogy az egész az ennyiből fog állni, hogy ez egy kis pici kamerát fejlesztenek. Jó, fölfogtam, tudom, a panelt mindjárt nézem, nyugi. Csak fejtem vissza a dolgokat, na. A SS Heinrich Himmler írta a levelet, egy top secret levelet, és hogyha
mentális vagy a fizikai képességük a... civileknek nem jó, akkor cseréljék ki őket. Én gondolom, hogy itt nagyban folytak valami náci kutatások, amiben mindjárt bele fogunk mélyedni. Elég deep ez a játék egyébként. The elevator's stuck. I think it's the same one that you took before. If it hadn't broken down, I might never have found you. Hopp! Ott van a falon valami fölkapcsolósdi. Ott van a... Na. Ja. Éva, elmondhatnád még egyszer, hogy mit csináljak? Nem teljesen vágom. Aztán megvan a panel. Megállíthatatlanok vagyunk. Nagyon-nagyon sok vezeték. De olyan, mint hogyha ez... Olyan, mint a fa. Mint hogyha... Mint hogyha nőtt volna, nem? Mint hogyha vezetékek nőnék be a dolgokat. Hát, én már nem hiszek neked. Éva, szerintem elméletileg a második szinten kellett volna, hogy legyél. Most már nem vagyok a negyedikem. This is incredible. How deep underground are we? I'm not sure. Hát itt valami. I'm pretty sure that's not. Kösz. Itt van egy rés, itt be lehet bújni. Are those the labs? It looks more like a prison to me. So this is where they kept the criminals. I don't seem to have any control over this place. Ide tették volna az éket. Much older than anything else around here. It's not even connected to the mainframe. You know a lot about this stuff. Well, I have a lot of time on my hands just sitting here. Látom, hogy valami felszedhető, de nem tudok bemenni. Vagy gondolom, még nem nyitottam ki ezeket az ajtókat. Ugye, mintha börtöncellák lennének, nem?
Jaj, bocsánat. What does this mean? Kezd már egy kicsit megkopni az agyom. A nők dentál higiéniájáról van szó, szóval a fogápolásukról. Hogy a terhesség alatt már nagyon fontos a orál... orálhigiénia. Igen. Nem röhög. Csak nők voltak itt bezárva. Ami tök fura. Teli gyógyszerekkel. Hát nem valami otthonos. Look, this one hasn't been used at all. We could leave now. The women here were only allowed to go downstairs a couple of times, and this woman never even used her pass. Ennyi, tudtam, hogy melyikbe kell besétálni. Ez tényleg mint egy börtön. És miért csak nőket? How bad is the world outside that a prison seems like a better option? Minden tiszta, minden steril, ez a harmadik napom. A németek megígérték, hogy minden tök jó lesz, és a kaja is fantasztikus. Sose ettem még ennyire finom húsokat. Megfelelő fizikai aktivitást és a megfelelő higiéniát betartatják. Mindig meggyőzönnek róla, hogy jövés után mosnunk a fogat. Mindenféle orvosi vizsgálatot megtartanak, amit el lehet képzelni. Igazából olyan, mint egy csodálatos vakáció. Nem tudom, hogy kerültem ide, és hogy miért vagyok itt. De senkinek nem beszéltek erről az egészről. Stefával osztam meg a szobámat. De ahogy a nő bejön, el is kezdett el is írni a párnáját. Megpróbáltam beszélni a többi lányjal az étkezőben. De mindig csak a falat bámulja, és nem könnyű felük felvenni a szemkontaktust. Nem tudom, hogy meddig tudom túlélni bármilyen beszélgetés nélkül, de minden esetre itt vagy nekem, kedves naplóm. Szóval... kezdenek megbolondulni. Az ide bezárt.
Nők. Vagy ez volt a cél, hogy ilyen tudatmódosított kis birkák legyenek? És miért volt ennyire finom a hús? Ez teljes mértékben fel van használva. Na, gyűlnek szépen óráid. Most kitölthetem én is? Okay. A four-letter word for heaven it's not. Here? Even though I agree with the sentiment, I don't think that's it. Damn, even the crossword puzzles here are depressing. Hát jó, elég szar lett, hogy valakinek ez a legnagyobb öröme itt. Szépek ezek a festmények. Véletlen egybeesés, de az anyánk is ilyeneket festett. Szerintem ez lehet, hogy nem annyira véletlen egybeesés. Suava? That's my mom's name. Az anyja neve, Slava. She was one of the prisoners. Egy volt a foglyok közül. Miért nem említettem meg neki soha? Soha nem beszéltetek erről a helyről? Kedves Slava. Örökre hálás leszek, amiért... Örökre hálás leszek azért, amit tettél, értem. Ugyanúgy néz ki, mint ahogy emlékeztem rá. Teljesen megrémült, amikor rájöttem, hogy kezdem elfelejteni. De most hála neked, sose kell ez miatt aggódnom. Állandóan velem lesz. Azért írom le nekem, mert tudom, hogy nem szeretsz beszélgetni róla. De remélem, hogy egyszer te is megtapasztalod, hogy milyen anyának lenni. Egy nagyszerű érzés megosztani a gyerekeddel a dolgaidat, és... Ja... Nem tudom... Imádkozok is tehez, hogy téged is megáldjon egy gyerekkel. Azért mondom, szerintem ez annyira nem lehet véletlen, hogy az édesanyja is ilyeneket rajzolt. Kezd kibontakozni valamelyest a sztori. Ez mind fel van használva. De igazából éppen elkezdtek egy sok meccset, és úgy van hagyva a tábla. Na hát megvan a belépünk. És már tudjunk, hogy anyánk is itt volt, és akkor még nem volt velünk terhes. Nem adod vissza? I'm glad that's over. Wait, that tree. It looks familiar. Ismerősnek tűnik a fa. Na, hova megyünk? Először csak akkor egy emeletet megyünk lejjebb. Evának már túl sok. Igazából csak néhány alkalmuk volt, hogy
találkozhassanak a gyerekeikkel. Gondolom én lejöttek ide a lifttel, itt el lehetek jött a kis szobába a gyerekeikkel. És gondolom én ez már... Itt már ide már nem engedték be a szülőket. Vagy gondolom maximum még szülni hozták le őket ide. Ez lehetett a szülőszoba. Baszki. Quelleder Intelligence programba a gyermekválasztásnak a procedúrája. A gyermek akkor lesz kiválasztva, ha átmegy a kiválasztási procedúrán. Első lépések a gyermeknek a ária vonalakat tartalmazni, tehát mutatnia kell az ária vonalakat. Szóval itt valami ilyesmire ment ki a dolog. Ja, egyébként meg igen, ki kell deríteni, hogy tényleg német családból származik-e, és utána kolonista lehet. Igen, 5 éves korára kiderül, hogy a három csoportban melyikbe fogják be. Ha magas szintű intelligenciát mutat, akkor a Disk a Deutsch Intelligencián a For Kinder programba kerül. Ha normál intelligenciával rendelkezik, akkor felkészítik a labor vagy a gyári munkára. És hogyha bármiféle retardációt, bár elnézést vélnek felfedezni, akkor pedig a T4-es programba helyezik. A C az nem jelenti azt, hogy az autistákra is ez vonatkozik. Buta ez a játék. Valami iroda szerűségnek tűnik. Oberdin Deinstleiter Max Pfeiffer.
Azért, mert a gyerek nem árja, hanem hiszem az etve tartalmaz szláv géneket, ezért ki kell venni az oktatási programból. Szörnyű. Az valószínűleg egy műtő volt. Jön be a víz. És onnan indultunk fentről. I think this is the way out. From the looks of it, the control room should be just beyond the dam. Hát... megérte kihúzni. Eva? Yes? Could you open the door for me like you did before? Are you sure you want me to do that? Igen. Knowing this place, it can be anything good. Igen, szeretném. Okay then. This. They were inseminating women here. It's horrible. I knew coming in here was a bad idea. Para. Tovább. Jaj, már egyből így zajlott külön az oktatás. Gondolom, én ők voltak a T4-esek. Isn't that the book you were talking about earlier? Yeah, that's the one. It's weird that they have it here. A piroska és a farkas mese. És ebből idézett nekünk Éva. Hát... nem éppen a legszebb rajzok. Besötét van.